Hello, sziasztok! A mai videónak a, a felütés, a címe: A Tanult Coaching. Uh, és itt most uh, nem fogok általánosságban beszélni kőkeményen, pénzű, specifikusan, mert, mert gombamód elszaporodtak a pénzügyi coach oldalak uh, változó minőséggel. És uh, most nem támadásszerűen, egy jelenségről szeretnék beszélni. a saját véleményemet én mit gondolok erről. Szeretném hangsúlyozni, nem szentírás. Uh, nem ez a teljes valóság, hiszen ne, senki nem láthatja egy személybe a teljes valóságot, a teljes képet. Én most a saját kis asztalomról, amit én az elmúlt másfél, két, három, négy, öt évben, így mióta ezek léteznek, összeszedtem, uh, és itt gondolok. Uh, hát a legfontosabb, itt néha ki fogok puskázni, mert próbáltam a gondolatokat összeszedni, hogy az ilyen gyorsabb, egyszerűbb, hatékony videó legyen. Uh, hogy az a közös jellemzője ezeknek a, a coaching dolgoknak, hogy kurvára nyálasak. Tehát olyan szinten nyálasak, hogy egyszerűen így elolvad a képernyőm, amikor nézem, és bevallom őszintén, hogy van egy-két olyan nagyon köz... most még nagyon futó, nagyon közkedvelt ilyen coacher, akinek a videóit nem bírom megnézni. Tehát annyira nyálas, annyira érzem, ahogyan. Mm, Akar, akarja, tehát ilyen erőltetett szagú az egész, ilyen mesterkült, hogy egyszerűen ne, nekem én nem bírom nézni. Tehát de sokkal inkább elnézegetek bármilyen baromságot, bármit, ö, csak ne kelljen nyálaskodásba mennem, mert nem nekem ez a halálom, tehát ez a, ez a, ez a vége. Ö, mit, mit írtam fel? Hát igen, szem lehet megnézni. Ugye ö, nyomhatják ezt az erőltetett vanábi életérzést, és a vanábit most már ö, pénzügyi értelemben kiebb Mert most már a Vanábbi -e nem csak az, hogyha ilyen Szabó Péterszerű, ha gondolsz rá, megvalósul, hanem most már a Vanábbi -e életérzés kitoltuk, hogyha, hogyha, te tudatos vagy, ultra tudatos, akkor te ha elmész kor, idejekor nyugdíjba, lesznek baromi nagy befektetéseid, és anyagilag gondtalan leszel. Nagyjából pénzügyi értelme, ez a vonulat mindig. Ugye? Az anyagi gondtalanság, amit nagyon betalál a magyar néplélekleknek, akik évtizedek óta mindent átéltek már csak az anyagi gondtalanságot, nem? Hiszen a saját poklukba vannak zárva folyamatosan. Legem is így élik meg. Mert senki nem szólt arról, hogy igazából apokolva vagy, csak az életedben mindig, ahogyan egyre jobban élsz, jobban keresel, újfajta problémák keletkeznek. És ugyanúgy a poklot, pokolban érzi magát az, ember, aki 150 ezeret keres, meg aki 1 milliót. Hiszen más problémák vannak. Nyilván azon már lehet vitatkozni az egyiknek tényleg az a legnagyobb probléma, hogy nem biztos, tud enni, a másiknak meg másfajta problémája van, de problémája van, és szarul érinti. és akkor ugye erre, kéne megoldást nyújtani, és az igazság, hogy sokszor nincs erre megoldás, de próbálkozunk, legalább igen, és hát igazából te is meg tudod és egyébként ezért jövök ennek az egésznek, hogy a, a, a kommentek alapján amit visszajelzést kapok, és általában az a közös nevező az én videóimmal kapcsolatban, azt mondjátok, hogy, hogy azért tetszik nektek, mert nem mesterkért, nem erőltetett, nem nyálas, vannak benne hibák, néha belefújom az orrom, és, és önazonos vagyok, és köszönöm, mert ez volt a cél, én nem vagyok pénzügyi kócs, én ezt felvállalom, valószínűleg nem foglak titeket gazdaggá se tenni. Nekem a vízió inkább az, hogy egy élhető környezetet alakítsunk ki, vagyon tervezésbe gondolkodjunk, és a lehetősége legyen meg annak, amit én adok nektek, hogy te azok az információból tudját tovább gondolkodni, és tudjál lépni. Tehát én nem a megoldást adom, én a megoldás előtti tervező fázis tudom neked biztosítani, abból is egy rész, mert ahhoz te is kell lesz, és talán abból lehet valami, de lehet, hogy nem. Sajnos nincs ilyenfajta ígéretem, hogyha megcsinálod. Nincsen kihívásom, hogyha megcsinálod, akkor itt tuti lesz. Olyan lehet, hogy jobb lehet, ha megfogadod. És két személyes példát hoznék fel, mert azt vettem észre, hogy jelenleg a piacon nem igazán látni olyan kócsot, tehát most pénzügyi értelembe vett kócsot, aki...

valóban egy karizmatikus egyéniség, és valójában a belső, maga, vele született képesség az, hogy az emberek követi. Ez a kettő fajta van. A utóbbiból van a nagyon kevés, a tanultból meg a rengeteg. Tehát aki elolvas négy könyvet, az már nagyjából ezt próbálja is másolni. És erre van két nagyon jó példám. Az egyik az a a or magyar életbiztosítók, vagy a biztosítási országos kongressuson volt egy két vagy három éve. Uh, meghívtak engem mint sajtó sajtómunkatárs, ugye, blogom miatt, ha menjek oda, és uh, ott, ott volt uh, egy előadás egy amerikai fószer, annyira amerikai feeling volt egyébként, de. Egy, 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 egy fekete ürge, jött, odaállt így a színpadra, nyilván tele volt, képzelem mindig egy nagy termet, egy nagy csarnokot, tömve volt odá. és biztosítás és alkuszoknak elkezdett énekelni. Tehát ezzel nyitotta az ő prezentációját, hogy énekelt, és jól énekelt, és, és átjött, és, és amiről énekelt, hogyan énekelt, és te elmondta az ő hitvallását, hogy ő adni szeretne az embereknek, és, és ő tanítani, stb. stb. Annyira hiteles volt, hogy, hogy így itt a mindenki minden szavát. És tudod miért? Mert karizmatikus volt, mert ő így született, hát neki volt egy született képessége, és ezáltal elhittük. Nem volt semmilyen ilyen műmájerkedés, nem volt benne semmilyen ö, ilyen felesleges hajlítás, felesleges csavar, hanem pusztán az ember saját magát adta, és elhittem neki én is, hogy igen, elhiszem azt, amit mond. Ezzel szemben egy másik rendezvény volt, egy pénzügyi alkusznak egy ilyen országos rendezvénye, és ott az egyik ilyen híres nemzetközi országos igazgató jött, és ezt sose fogom elfelejteni, ott van 2000 vagy 1000 munkatársa izén, annak így a 70-80%-a egyébként az ő struktúrájába tartozik, odaállt, ez egy osztrák faszi, odaállt, vagy osztrák, vagy olasz volt. Tehát kiállta a színpadra, így szemében nézett a tömegnek, tehát azt azért tudnod kell azt a helyzetet, hogy amikor olyan tömegben nézel, ahol igazából a 90%-a istenként néz vissza rád, mert tudja, hogy te ki vagy, mert nagyjából te, ő, te vagy az ő főnöke, egy víziót adsz el, tehát egy olcsó árus vagy, és tehát nincsen kockázata, kiállt, és berakott egy ilyen zenét, egy ilyen misztikus zenét. És akkor három percen keresztül így nézett szembe a tömeggel szó nélkül, és ment a zene a háttérbe, meg a felirata a zenének, és, és hogy ez mekkora tökösség volt, meg váó, wow, szembenéz a tömeggel, mert nyilván ez egy nehéz dolog egyébként, tehát ezt azért nem bagatelizáljuk el, de mégis így belegondolva ez egy műmájárkedés volt, ez egy, ez egy biztonsági játék, ez egy, ez egy olyan látványelem, ami nem belülről jön, ez nem karizmatikus, hanem ez egy tanult. Ha ezt megcsinálod, akkor már téd a közönség kb. Így ez volt a lényege. Nagyjából ez a készorvatom így érzékeltetni azt, ami egyébként így a magyar coachingban is picit is zajlik, hogy van akinek ez jön, van aki meg próbálkozik, és akkor ilyen ősobbanás születik. És ennek mi az oka? Ennek, hogy tanuljuk ezt, hogy tehát valakinek van egy víziója, általában azt látom, hogy a vízió az elég erős. A, a vízió az az, hogy segítsünk az embereknek, a szeretnék foglalkozni, hogy segítsek az embernek, hogy ő anyagilag jobb legyen, pénzügyileg tudatos. Ez a közös nevező. És ezt hogyan tudom a lehető leghatékonyabban megvalósítani, úgy, hogy motiváló leszek? Na, ez a következő szint, ugye? Mert az emberek szeretik a motivátorokat, szeretik, a, szeretik azokat, akiket tudnak követni, és mi ezt azzal azonosítjuk, hogy motiváló leszek, tehát nekem ezt meg kell csinálnom. De mivel nem vagyok elég karizmatikus, ezért ezt meg kell tanulnom, hogy hogyan legyek motiváló, és ilyenkor jönnek ezek az erőltetett dolgok, és, és, és sajnos ez másolódik, és, és akárki jelenik meg a piacon, az minden, mindenki ezeket a műmájárkedéseket, így végigviszi ezeket a szinteket, nyálaskodik, nem áll bele semmibe, pontosan azért, mert egy homogén közeget akar kialakítani, hogy ő mindenki számára motiváló legyen. Nem igazán láttam még olyat, aki azt kimondta volna szó szerint, vagy nem is szó, de a cselekvésében, hogy, hogy igen, lehet, hogy inspirálni fogok embereket, de nem mindenkit. Lehet, hogy téged nem, téged meg igen. De én akkor vele foglalkozok te, meg nem összesen érdekez, de nem tudok mindenki felé homogén lenni, nem tudok mindenkinek szimpatikus lenni, érted? De ez egy nagyon fontos dolog. És hát ugye ez a két irányzat van a, a pénzügyi coachingban is, coachingban, ami, ami most így megjelent. Kétfajta pénzügyi kócsot ismerek én jelenleg a magyar piacon. Az egyik kihozta az MLM-et, tehát egy MLM nélküli MLM, mert hozott létre. Egy kurzust, ahol, ahol gyakorlatilag az mlm a tanait oktatja úgy, hogy elutasítja az emelemet, és már nem, nem érdekelt az mlm -be. tehát már, már igazából az egész millióből tudod, hogy hozzá embereket, mert kurva jó hangulat, mert sok a pénz, mert, mert itt akkora motiváció, a hihetetlen, ebből ő ki, ki, le, 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 lehúzta a rosszat, a, a, a tukmálást, a rossz termékeket, a a csapatépítést, a jutalékokat, ezt mind kihúztak, és megtartotta a legfontosabb dolgot, vagy megtartották ezek az emberek magát, a MLM színpadi előadás részt, a színpadi motivációs részt, a dumát, a megmutatni, mekkora sikeres vagyok, megmutatni néhány infóval fűszerezve, ezt kihozta a közönségnek, és a emberek erre fogékonyak, mert valójában minden emelembe általában az embereket az elén mi fogja meg, ezek a színpadi előadások, ezek a motivációk, hogy te meg tudod csinálni, te ki tudsz lépni a posványból, te, te, te el tudod érni a kánaát. Emberek erre vágynak, hogy valaki ezt elmondja, és akkor ezt kihozták, és akkor most már erről beszélnek főállásba, annélkül, hogy emelemet építenének. Ez az egyik irányzat. A másik irányzat pedig az akadémista irányzat, amikor már ott vagyunk, hogy hogy, hogy úgy szólunk az átlagos emberhez, mert ezek mindenki az átlagos emberhez szól, ő a célpiaca. Úgy szólunk az átlagos emberhez, hogy gyakorlatilag őt eltetjük vele, hogy doktorandusza lesz a pénzügynek, hogy őt, őt egy olyan szintre tudjuk mi fejleszteni a rövidebb úton, ugye amit mások mondjuk tanulnak iskolába, mennyi, még doktori szintet elérnek, nem tudom, 10 évet, Ugye? De előttem, tehát 10 évet még tanul, vagy mondjuk 10-15 évig te szakmába vagy, és, és, minden nap ezzel foglalkozol, tehát ez a hosszabb út, és akkor van a rövidebb, a doktorandus, hogy gyere, majd én ezt lerövidítem neked ezt az utat, és valójában elég megvenned az anyagaimat, elolvasni, amit mondok, és akkor te kezedbe tudod venni az irányítást, a gyeplőt, és valójában az önfejlesztés, se uh, hamarabb eljutsz oda, mint mások. Tehát lerövidítem neked az utat, ami nem véletlenül olyan hosszú egyébként. Uh, na, ez a másik irányzat. És akkor ott, ami tehát a másik irányzata semmi gond nincsen, szerintem. Tehát nincs gond ezzel, sokkal inkább a ígéret sokszor hamis. Uh, talán még az lehet uh, gond, legalábbis nekem, tehát ez a személyes véleményem, hogy, hogy ott meg már... Már sokszor annyira, annyira bonyolultan, annyira, tehát ilyen áltudományos magyarázatokat kapunk, ami az átlagos ember számára félrevezető lesz. Ugyanis beszélhetünk például nominál értékekről, reál értékről, maginfláció, tehát sok mindenről lehet beszélni. Csak az a baj, hogy én azt látom, hogy egy pénzügyi oldalnak, tehát egy blognak, egy vlognak, egy kócsnak, bárkinek, talán annak kéne a legfontosabb feladatának lennie, hogy a, a rendelkezés ára információt azt ne csak adaptálja a te, te agyadba, ne csak, ne csak beépítse, hanem ezt lefordítsuk, és a lehető legegyszerűbben ezt átalakítsuk egy, egy megvalósítási tervé. Lényeg, lényegről beszéljünk. Ne, ar, ne, ne, ne megtanítsunk téged arra, hogy, hogy, hogy hogyan számolják ki az inflációt, sokkal inkább az, hogy te mihez kezdjél az inflációval, kapott adattal. Tehát ez neked miért fontos, és te ezt hogyan tudod előnyé kovácsolni? Érted a lényeget, hogy, hogy az akadémista vonulatban nagyjából nekem ez sokkal nagyobb bajom, hogy sokszor annyira elveszünk a részletekbe, hogy megint ugyanott vagyunk, hogy ilyen fun fact tényeket megtanulnak az emberek, felét, több mint a 900 el is felejti egy hét múlva, az élete attól nem lesz jobb, nem kapott semmilyen megvalósítási tervet, nem kapott semmilyen irányt, hogy ez így hogy kéne, mire tudja ezt felhasználni, és akkor ugyanott vagyunk. Nagyjából ez így a pénzügyi, coaching pénzügyi vlognak jelenleg a, szerintem az irány a Magyarországon, nyilván fejlődik ebben, ez is a szakma lesz, és ez is így fejlődik, tehát elég erőteljesen, ne add fel, arra biztatlak, hogy tanuljál, figyeljél, lehetőleg minél több embertől olvassál dolgokat, tegyél össze információkat a fejedben, vagy hogyha van olyan kérdésed tőlem is megkérdezheted itt is, Facebook csoportban az linket megtalálod, ütköztethetsz véleményeket is. Azért, hogy kommunikáljunk, például a Facebook csoportot azért, én, én azért hoztam létre, ugye ez egy pénzügyi csoport, hogy és ezt, ez egyre többen veszitek észre, hogy én például nem törlök kommentet. Azért mondjuk engem valaki elküldött kulturáltan a, melegebb éghajlatra. Én nem sértődtem ezen, meg nyilván rosszul esik, de, 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 kommunikálunk, és próbálok mindenhol egy kommunikációt folytatni, és mindig elismerem, hogy, 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 én nem a tanár úr vagyok, én, én tőletek is tudok tanulni, és tök jó információkat szoktam kapni. Ö, és így közösen rakjunk össze egy jobb életet. Ne, ne, nem, nem én fogom egyedül összerakni, én csak a saját példámról tudok beszélni, a saját meglátásaimról, te nyilván a sajátaidról, és akkor így ütköztetünk érveket, és talán a kettőből egyszer csak egy ilyen jobb dolog fog megszületni. Nagyjából ez a, ez a vízió. Remélem tetszett a videó. Ha tetszett, akkor ezt, vagy nem tetszett, vagy nem tetszett, akkor ezt így jelezd felé, egy like vagy dislike -al. Mondd el a véleményedet kommentbe, ezt nagyon örülök neki mindig. És az a meglepő, ha még nem kommenteltél, hogy, hogy itt azért szokott értelmes diskurzus kialakulni. Kommentet én nem fogok letiltani, ez, ez, nem is értem, az annyira nem hiteles, ha letiltok egy kommentet, vagy, vagy egy komment szekciót kitiltok, akkor minek csak a videót? Nem is értem. Na, szép napot kívánok, sziasztok!